Egyszer volt, hol nem volt. A magyar népmesékben és más népek népmeséiben kevésbé előforduló kezdősorokat azért fogalmazták meg elődeink így, mert tudták, hogy az egyetemes énnel született és a világi hatalmaskodás által még el nem rontott gyermeki lélek az üzenetet megérti. A torz világszemlélet által megfertőzött szülők már kevésbé tudják, hogy mi az, ami volt, és mégsem volt, mi az, ami van, és még sincs, és mi az, hogy egyszer. A szülők, akiket a világ hatalmaskodói, alatvalókká, rabszolgáká alacsonyítottak le, részben azért is, mert elfogadták ők a hatalmaskodókat, nem értik, hogy például az egyszer az ugyanaz, mint a kétszer, háromszor, négyszer, mert minden az egyből indul ki. Gyermekeink ismerik, hogy az, ami volt, az van, és a hol, az itt van. Másképp mondva, a volt és van az idő, a hol és az itt a tér. Ez a tér és az idő, vagy a téridő, ami a transzcendencia. Egyszerre ott és itt, akkor és most, fent és lent, kint és bent. A dualitás megnyilvánulásai egyben a kezdet és a vég. Úgy is szoktuk mondani, hogy amikor testben megszülettünk, akkor haltunk meg testben, de azt is hozzá kell tennünk, hogy amikor testben meghalunk, akkor születünk meg lélekben. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy fizikai testünkben meg is halunk és eltemetnek, hanem azt, hogy lelkünket visszavisszük eredeti gyermekkori állapotába, egyetemességébe, és immár az érzéki, anyagi világtól egyre inkább eltávolodva, lélekben másodszor is megszületünk, vagyis szellemi útra térünk. Vallásos nyelven ez a megtérés, pontosabban visszatérés, metanoja, beavatás, amikor az ember egyszerű lesz, vagyis szert tesz az egyre, hasonlóvá lesz az egyhez, kivonja magát a hatalom gyakorolt a forgatakból, kavalkádból, örvénylésből, rohanásból, butításból, és immár felülről látva a történéseket, csak arról vesz tudomást, ami a benne lévő egyetemességet, transzcendenciát, dualitást, vagy még magasabb fokon az azonosulást szolgálja. Tudjuk, hogy az egy megnevezhetetlen, megfoghatatlan, szóval kimondhatatlan, mert nincsenek megfelelő fogalmaink, egy szóval nem fejezhető ki. Csak magyarázattal, több fogalommal. Mindez azért van, mert az egy a változás, egyszerre a fent és a lent, a kint és a bent, a hideg és a meleg, és további dualitás párok sorolhatók fel. Úgy is mondhatjuk, hogy az egy a dinamika, az egyensúly, a rend, a körforgás, a minden, az egyetemesség, a valóság. Így talán már érthetőbb, hogy a változó az, ami nem változik, hogy a sötét miért fényes, és a hol volt az, ami nem volt, mert mindig volt. A változás az egyetemes, az állandó, egyszerre a centrifugális és centripetális, a szintézis és analízis, az integráció és dezintegráció, mind az egy megnyilvánulásai. A biztos az, hogy semmi sem biztos, mert a relatívban benne van az Abszolút, és az Abszolútban a relatív, az időben a tér, és a térben az idő, az anyagban az energia, és az energiában az anyag. A relativitás elméletet már a régi egyetemes ember is tudta, csak közben elfelejtette, mert az egyetemesből individuális, anyagi emberré lett. Ha valamit felfedezetnek nyilvánítunk, az mindig csak újra felfedezést jelent, hiszen nincsen új a nap alatt. A magyar népmesék kezdő mondatai, ahol volt, hol nem volt, épp erre a változásra, pulzálásra, lüktetésre, dinamikára, egyetemességre hangolják rá a mese olvasóját, mert ez a fajta mese, beavatási tanítás a transzcendenciát bemutató legszebb mesék, talán azok, amelyekben megtalálható az égigérő fa, amely például a lélek vándorlásának hét fokozatát mutatja be, ahol a vándorlegény, vagyis mi, ahhoz, hogy a mennyek országába feljussunk, hét pár bocskort kell elnyűjünk, vagyis hét fokozaton kell átmennünk, hogy lelkünk megtisztulva érkezzen az egy elé amennyiben mi is arra vállalkozunk, hogy a hét fokozaton átjussunk, és lelkünket az egy elé megtisztulva vigyük, akkor a léleképítő gyakorlatainkban, szellemmé válási utunkon olyan kérdéseket érdemes feltenni magunknak, mint például, amikor az egy beszél hozzám, én meghallom-e, vagy süket vagyok? Amikor az egy rám néz, én meglátom-e, vagy elfordítom a fejem? Amikor az egy kinyújtja a kezét, én megfogom-e azt, vagy elhúzom a kezem? Amikor az egy felém lép, én is feléje lépek-e, vagy meghátrálok? Hol volt, hol nem volt meseindító mondatra utal, beavató mesterünk általi mondat is, hogy még nem jött el az én időm, vagy az evangéliumi tanításokban gyakran előforduló kezdő mondat is, hogy abban az időben. Az első arra utal, hogy beavató mesterünk akkor fog cselekedni, tanítani, küldetését végrehajtani, amikor arra felkészült, amikor megistenült, vagyis, amikor az emberből kereszt hordozóvá áldozattá válik. A második pedig arra utal, hogy bármikor, mert ez a tanítás egyetemes, ma is, holnap is és holnap után is érvényes. A fiúnak, az örökösnek, a hírvívőnek, a tanítónak meg kell istenülnie, mesterré kell válnia, hogy feladatát, küldetését elvégezhesse, ami nem más, mint a másik embert, az egyetemesség, a dualitás, a pulzálás valóságára megtanítani, felemelni, hogy az egy üzenetét, szeretetét megértse, és ő is továbbadja. Tanítványok, üzenetet továbbítok nélkül, a küldetés nem teljesíthető. A tanítás nem volt, és ma sem más, mint kinyilatkoztatás, megnyilvánulás testben és szellemben egyszerre, példamutatás, hogy te is meg tudod tenni. Rajtad múlik, hogy mit teszel a rád bízott szakralitásokkal, és a másik emberrel felemeled, vagy ledöntöd. Beavató mesterünk volt a küldött, a hírvivő, aki az egyetemesség fogalmait tisztázta, azt az emberrel egyeztette, a közös nevezőt megtalálta, másképp mondva megmutatta az utat, én vagyok az út, az igazság és az élet, ami az egyhez vezet. Gyere velem, tanulj tőlem, te is meg tudod tenni azt, amit én megtettem. Tanításait azért nem írta le, mert a beavatás írásból nem sajátítható el, csak gyakorlatokkal. A gyakorlat pedig az élet, a 365 napos teszt sorozat, a 60 perc és a 60 másodperc lehetősége, és ennek is a töredéke, amíg el nem jutunk az időtlenségbe, vagy az örök életbe, a térbe. Ami beavató mesterünk tanításaiból fent maradt, és ma közismert, az csak töredéke annak, ami volt, mert egyrészt a tanításokat lejegyezték, aztán valakik megrostálták, mások kanonizálták, valakik pedig törvényi szintre emelték, illetve a meg nem értett, transzcendenciát, lepusztított erkölcsi tanításá, viselkedési normává sülyeztették. Amit ma ismerünk, az csak mutáns és csonka verziója annak a beavatási tanításnak, ami 2000 évvel ezelőtt volt. A lejegyzett tanítások közül talán kiemelkedik a Jánosnak tulajdonított apokalipszis, amely épp az időből a térbejutást, az idők végezetét és a tér kezdetét mutatja be. Mit kellene tegyünk, hogy az apokalipszist ne az elődeink által elképzelt, sötét és katasztrofális világvégével azonosítsuk, hanem azt értsük meg, hogy minden kezdet egy új vég, és minden vég egy új kezdet. Hogy a világ mi vagyunk, és rajtunk múlik a másodszori megszületésünk. A teremtett ember nem fog a világból eltűnni. Mert az egy szereti teremtményét. Ezt azzal is bebizonyította, hogy Fiát elküldte hozzánk, hogy a visszatérésre megtanítson. Ha lesz új özönvíz, és szodoma és gomorra, az csak azért lesz, mert az ember nem értette meg a tanítást. Mindig szükség volt, és lesz a megtisztulásra, a megújulásra, a felébredésre. Kilépni az anyagi káprázatból, a nyugatias modernitásból, a démonkráciából, a hatalomvágyból. Magyar népmesét kellene olvasni, és érteni, hogy hol volt és hol nem volt, mert amikor volt, akkor nem volt, és amikor nem volt, akkor volt. Ez a tér és idő feletti egy és oszthatatlan egység. Az egyetlen valóság a paradox állapot. Más nincs. Az élet is paradox, akárcsak a szeretet. Minél többet adunk belőle másoknak, annál több lesz nekünk. Minél intenzívebben, belsőleg éljük meg életünk, annál többet tudunk adni másoknak. Ami ezen kívül van, az az elmúló, anyagi világ káprázata. Kétezer éve tudjuk, hogy egyetlen valóság volt, a keresztet hordozó példaképünk és egyben mesterünk, mégsem akarunk tanulni. Nem akarunk keresztények lenni. Nem akarunk az egy háza népének tagjai lenni. Pedig az üzenet egyszerű. Legyél egyszerre lent és fent, kint és bent, mert te én vagyok, és én te vagyok, üljünk mindketten az egy jobbján.